Amit te is már így említettél, hogy akkor így a belső világunk az mennyire hatással van a külső világra, hogy erről esetleg tudnál-e nekünk mesélni, hogy az, hogy a mi belsőnk milyen, akkor az hogyan hat kívülre, a külvilágra, illetve akkor a külvilág akkor hogyan hat ránk. Igen. Következő kérdés. Így is lehet válaszolni, lehet egy órán keresztül válaszolni, lehet egy másodperc alatt. Hát meg lehet, hát mi ezt tapasztaljunk élet során is. Például, hogyha én nem táplálkozok jól, egészségesen, ez befolyásolja a szervezetemnek az egészségét. És akkor beteg leszel. Vagy, hogyha nekem nincsen jó kedvem mindig. Mindig stresszelek, depresszió, aggódok, félek, harcolok fölösleges dolgokért. Akkor az a külső viselkedés, vagy ez egy belső dolog igazából, ez belül történnek aggódalmak, az hatása van a testre, és akkor a test megbetegszik. De ugyanúgy fordítva is működik, hogyha fáj a fejem, nekem, akkor attól nem lesz jó kedvem, hatása van a kedvemre, ugye a belső lesz, mert nagyon nehéz, vidám maradni, amiközben fáj a fejed, vagy a fogad. Szóval így már itt ezen a kis pici példán láthatunk, hogy mindig van kapcsolat, mindig van hatása, és ezt úgy mondják, hogy kölcsönös hatás. De a fő oka az mindig nálunk történik. Nem a természet kezd hatáson lenni, a külső körülmények hatáson lenni rajtunk, általában az mindig reagál, mint a szervezet és az és a külső. És hogyha belül nem élek jó életet, akkor a külső fog nekem okozni problémát. A testem beteg lesz, fejfájás, és így tovább. Szóval mindig belül kezdődik. Hogyha mi megnézzük megint egy kicsikét védikus szemszögből, a védikus szentírások alapján, hogy van durva fizikai test, ez ami látunk, tudjunk tapintani, ami áll hús, vagy izomzat, csontozat, nyálka, idegrendszer, és így tovább, ez a durva fizikai test. És van finom fizikai test. És a finom fizikai test áll elme, intelligencia, hamiságon. Szóval ez a finom fizikai test. És amikor valakinek valamilyen cselekvése van belül, hát a finom fizikai test, ő kontrollálja mindig a durva fizikai testet, ő hatással van rá. Például, amikor valaki ül Balatonon. Süt a nap, itt a koktél, mangó koktél, itt van még valami újság, minden szép és ideális, és hirtelen, nem mondjuk most egy ilyet, hogy hirtelen valaki egy ilyen nagy orkeszternek, tudod, a zenekarnak a cintányira melletted ledobja. És fizikailag nem fognak érinteni téged, de ez a kis elazulás közepén egy hangvibráció, az csak egy hangvibráció, semmi más. Leejtenek egy cintányért, semmi szörnyű dolog nincsen, de mivel váratlanul bemegy a fülkelesztőről a tudatba, a finom fizikai testbe, és
miért váratlanul, akkor a finn a fizikai test összezsugorodik. Megijed. Mert mindig, amikor ember ilyet, megijed, akkor befeszül. Hogyha aggódik, akkor feszül. Lehet látni, hogy hány embernek szüksége van járni masszázsokra, csontkovácsokra, mert mindig be vannak feszülve. És próbálnak kimasszírozni, de mindig újra és újra visszajön. Mert a tudat feszült. És amikor befeszül az ember, ettől a mondjuk cintányértől, első, amit fog érezni, hogy kettő hatást. Vagy mondja, fú, majdnem kiugrott a szívem, vagy gyomorgörcsöt kap. Szóval tudat, de tudatba történt. Tudatba váratlan ért a hang, és azonnal ki energiát kibocsátja a szervekre. Szóval így a belső világunk mindig befolyásol a külsőt. És utána, amikor én már befolyásoltam a külsőt, akkor ő már visszatükröz, visszareagál. Mint hogyha ember nincsen rendben belül, és akkor ő mondjuk szennyezi, hát most emberiség, egy ember, az kevés, hogy klímát változtasson rossz irányba, de hogyha emberiség kezd, belül van, nincs rendben valami, akkor külsőleg nem lesz rendben. Mert úgy is mondják, amikor valakinek otthon van rendetlenség, ez miért van? Mert itt nincsen rend. Itt kell összerakni a rendet. Lehet egyszerre kettő, mert valakinek könnyebb először külső rendet rakni, és ez fog segíteni belül is rendet rakni. Lehet így is, de mindig nem elég csak egy valamivel foglalkozni, csak külső dolgokkal foglalkozni. Mind a kettő kell. És a betegség is így kezdődik, akkor, hogyha én negatív dolgokat csinálok, mi ez a negatív? Mondjuk itt bűn. Mit jelent, hogy bűn? Mit jelent nem bűn? Amikor valaki nem tartja Istennek a törvényét, az bűn kategória. Aki betartja Isten törvényét, az nem bűnözik. És amikor ember követi el bűnt, akkor ez egy negatív energiát indítja. Emberből van, mert van negatív. És mondjuk az ember, aki mások számára akar élni, élesködő, akkor mondjuk veled nyitjunk egy céget, és amikor én látom, hogy jó megy, akkor kitalálom valahogy, hogy te kikerül a cégből. Lehet, hogy te többet is tettél, és akkor én élesködök. A te érdemet magamhoz tulajdonítom. Ez egy parazita, van ilyen magyar szó? Parazita? Ez parazita. Akkor a szervezetem is kezd változni. Elkezd úgy dolgozni a szervezetem, hogy a sejtek kezdenek megenni egymást. És ezt úgy hívják, hogy rák. A rák nem kezdődik csak úgy, hopsz, most sejtek bejelentenek, meguntunk már itt ezt az életet, most elkezdjünk rákolni. Nem. Hanem én a tudattammal így éltem az életet, hogy másokat rágtam, akkor rák az csak egy következménye és üzenet, hogy te ilyen voltál, amíg ezek a sejtek ilyen életet éltél, akkor így működik a te szervezeted. És mint a délelőtt is beszéltünk arról, hogy nekünk a egyik oldal, két energia van a testben, a jobb oldal ez az akarat, a bal oldal ez az érzelmek. És hogyha nekem, én akaratos vagyok mások előtt, mások ellen, mások ellenére, és korlátozom a saját akaratom őket, és nyomom, és így fájdalmat okozok, akkor ez az energia, ez a testembe is elkezd változást hozni.
beszéltünk, akkor lesz probléma májjal, minden, ami a jobb oldalon kezd szenvedni. Akkor, hogyha valaki elkezd érzelmileg, nem tud feldolgozni dolgokat, kezdődik a pajzsmirigyel, ugye a pajzsmirigy ez visuda, visuda csakra, ez az érzelmek felelős meg a beszédért. Például, hogyha ember nem beszél igazat, nem beszél tiszta dolgokat, vagy előző életben, vagy most, vagy nem tudta érzelmeket kezelni, akkor ez a csakra kezd szenvedni, akkor visuda csakra, a pajzsmirigy. Szóval így csak a szervezet reagál, ami belső. És hogyha mi emberek összességét fogjunk, annak van összesített, mert van úgy van, hogy van a egyéni karma, van csoportos féle karmák, és van többféle csoport, van a családi karma, akkor mondjuk utca, vagy város, ország, és utána a föld. És amikor mondjuk a földön túlsúlyban van a bűn, túlsúlyok a rossz karma, akkor föld kezd reagálni. Háborúk, katasztrófák, válságok, fertőző betegségek, ez minden le van írva írásban, és most látjuk, mi történik. És nagyon könnyű diagnosztizálni. Hogyha mi látjuk, hogy most ebben mi időnkben ez történik, fertőző betegségek, vannak sok katasztrófák, anomália a időjárásban, akkor van háború, ez mutatja, hogy hogy túl nagy teher a Földnek, a bűntől. Fordítva, hogy a túlsúlyban van a jó, hogy az emberek Isten törvénye szerint élnek, akkor a természet elkezd reagálni bőséggel. Nincs betegség, mert nincs negatív. Mert Isten törvény, ez mindig nagyon pozitív. És nincs negatív, nincsen ok, nincsen mi generálja negatívat, akkor honnan lehet beteg valaki? Nem lehet. Nincs, nem lesz betegség. És akkor jön a bőség. A természet beáll, mert ideális a természetnek az, hogy nappal süt a nap, éjszaka esik az eső. Akkor a növények megerősödnek, mert most nagyon sok betegség van a növények, most, hogyha valaki nem permetezi, akkor alig van valami termés. Nagyon nehéz. Mi itt nem permetezünk, és nagyon nehéz. Nagyon sokat kell küzdeni. És akkor természet akkor így reagál, akkor van bőség, akkor nappal süt a nap, éjszaka esik az eső, tenger és óceán adja drága köveket, hegyek adnak fémeket, akkor minden bőséges. Van, és nincs lehetőség válságra. A válság az akkor van, amikor negatív a tudat. A tiszta tudat pozitív, az mindig jól működik. Szóval így ember tud befolyásolni nem csak saját testet, hanem körülményeket, mert minden össze van kapcsolva mindenre, és van nagyon szoros kapcsolat, mint a testünk is, minden van összekapcsolódva. Ez azt jelenti? Azt jelenti, hogy ha ebben van egy darab változás, hogy akkor mondjuk mi tudunk változni, akkor az tud hatással lenni akkor először a mikrokörnyezetünkre, és akkor az úgy tud így terjedni, mint egyfajta jó vírus? Igen. Tud terjedni, mert meg ugyanúgy, igen, ahogy a negatív, ugyanúgy lesz a pozitív. De pozitív erősebb. Mondom egy példát. Van egy ember, aki mondjuk 20 éven keresztül nem megfelelő életrende szerint élt. Nem jó táplálkozott, nem jó pihent, sok mindent csinált, és beteg lett. 20 éven keresztül oda jutott, hogy megbetegedett. És elmegy ajurvéda orvoshoz,
És ajurvéda orvos mondja, jó, akkor csináljunk egy kis méregtelenítés, kis diétát, ezt, meg avaszt, és utána 2 hét alatt meggyógyul. Szóval ő 20 évig csinálta rossz dolgot, és megbetegedett, utána logikus lenne, akkor 20 évig kell kezelni, nem? Hogyha én 20 évig betegítettem magamat, akkor most 20 évig kell kezelni, hogy meggyógyuljak. De a jó mindig jó, erősebb, pozitív, erősebb. Jó dolgok hatalmasak. És ezért 20 évig te tönkretettél magát, de utána 2 hét alatt rendbe tudsz hozni magát. Szóval ezért gyorsabban lehet jó irányba fordulni. Csak meg kell fordulni. Az előző előadásban akkor hallhattunk valamennyit a lélekről, és hogy akkor a lélekből lehet-e Isten. Hogy akkor most mondtad, hogy meg kell fordulni, hogy akkor ki az, vagy mi az, ami felé kell fordulni, hogy róla esetleg tudnál beszélni, hogy ez egy jó dolog, ez egyfajta energia, vagy egy Isten, van esetleg formája, vagy valaki látta-e már? Jó. Köszönöm szépen. Bhagavad Gita-ba írja, hogy az embernek az élet útja egy élet út van. Nincsen több. És az egyik végén, mondjuk ezen az oldalon, egyik végén van Isten, másik végén van, hát, hogy mondjuk így, hogy ne okozunk stresszt a hallgatóknak, hogy mondjuk ezt a nem túl pozitív hely. P betűvel kezdődik. Parkoló. Pokol. És akkor ember hallat vagy ide, vagy oda. És akkor, hogyha amikor valaki tanulja, mi az Isten törvénye, akkor mindig erre halad. Akkor, hogyha nem tartja be, akkor mindig ide halad. És akkor nem, nincs más ilyen. Csak vagy ide, vagy oda, vagy ide, vagy oda. Aztán van különböző utak is, vagy a különböző, hát utak, de egy úton haladnak, de különböző módszerek. Inkább úgy mondanék, és egyik módszer tud vinni végig a célig, valamelyik csak valameddig. És akkor így működik ez az embernek az útja. És rajtuk múlik, hogy mi mit akarok dönteni. Ugye az Isten az a fény, ez a világosság, ez a boldogság, ez a szeretet, és másik oldal az a sötétség. Szenvedés, betegségek, bűn, és akkor ehhez. És ahogy már beszéltünk elején, vagy az előző programon, hogy mi vagyunk egyéni lelkek, személyek, akik tudjuk, én létezek, nekem vannak igényeim, szükségleteim, vágyaim, érzelmeim. Én érzek. Én szeretnék szerezni élményeket, érzékelni dolgokat. Isten is szintén személy, aki érzékeli, és neki is vannak igényei. Úgy mondják, hogy Istenség legfelsőbb személyisége, és oda kell haladni. Ő felé, mert ahogy beszéltünk, hogy lelki világból jöttünk, oda tartozunk, és ez az út, hiteles út, az oda vezet lelki világba. De ez nem lehet kitalálni, hogy kell oda menni, hanem ő rakta össze, hogy mi a út, vagy mi a gyakorlat, és kell, hogy legyen hiteles. Mert lehet menni téves úton, másik irányba. Van egy jó mondás, magyarul is, meg oroszul is, hogy jó szándékkal tovább. Kikövezve hova? Arra, igen.
Igen, ez nem én mondtam, ezt ti mondtatok. Ne legyek csak én negatív. Igen. Igen, jó szándékkal. Ezért nagyon mi felelősségünk, hogy mi megkeresünk, meg először megtanuljunk, mi a különbség a hiteles vagy nem hiteles. Melyik igazi út. Mert annyi sok útot tudnak kínálni. Voltunk 2 éve vagy 3 éve ezelőtt Lotus Fesztiválon Szegeden. Ki volt Lotus Fesztiválon Szegeden? Évente egy pár nap van, amikor virágzik a lótusz, nagyon szép, ilyen nagyok vannak a lótuszok. És akkor ez egy arborétum, és akkor ott szerveznek ilyen kis fesztivál, jönnek ilyen standokkal, ilyen kis árusok, és jön csomó guru. Sokan jönnek, akik kínálnak, jó, mindenki mondja, hogy az én útom a legjobb. De akkor melyiket válaszol? Mindenki mondja, az én utam a legjobb. És az első, mielőtt én választom az én utamat, nekem meg kell tanulni, hogy hogyan ismerek fel. Hogyan tudjak megnézni, meglátni a különbséget. Hogy melyik út jó irányba viszi, valamelyik út sehol nem visz, valamelyik rossz irányba visz. És ez nagyon fontos, hogyha nem tudjunk, és félre minket vezetnek, akkor nem kell hibáztatni sarlatánokat. Mert mi vagyunk a hibások, mi vagyunk a felelősek. Mert nem tanultunk meg, nem álltuk felelősséggel hozzá. Erre szoktam egy ilyen példát mondani, hogyha mi akarunk venni aranyat, hallottunk, valaki nekünk mesélt, arany, egy jó értékes dolog, és ez mindig jó, hogyha van. Na, hát akkor mindjárt jön a válság, vagy nem jön, de jó, hogy veszek aranyat. Mert a forint az csak papír. És akkor szaladok. És látom, ó, ez egy szép bolt, jó, kiírva, hú, nagyon jó megcsinálták, biztos arany van itt. Szóval attól, hogy valaki szépen valamit mutat, nézzük meg tovább, nagyon jó ki van írva, és nekem úgy érzem, hogy az jó. Nagyon sokszor mi olyan, úgy válaszunk az útot, mi úgy érzünk. Nem biztos rá kell bízni magunkat csak az érzésre. Nem baj, hogy van érzés, de csak érzés nagyon veszélyes lehet. És akkor én megyek, látom ezt a boltot. Ilyen jó kiírás, az csak aranyboltban lehet. És jó az érzésem is, és bemegyek a boltba, és mondom, van arany? És akkor az ember látja, hogy ez az ember furcsa, mert látja, hogy ez egy cipőbolt. De ha valaki cipőboltba kérdez az aranyot, akkor tuti nem tudja, mi az. És akkor mondja neki, persze, van arany. Igen, és milyen karátos? Hát 36-tól 46-ig. Biztos 46 a legjobb. Igen, annak nagyobb az ára is. Akkor veszek, és akkor adnak neki 46-os birkenstokot aranyáron. Ki a hibás? Hogyha van ember, aki akar lenni becsapott, arra lesz egy csaló. Mindig. De hibás a becsapott. Mert ő igényelte, hogy létezzen a csaló. Mert hogyha nincsenek olyan emberek, akik akarnak lenni becsapva, akkor nincs rá szükség a csalóra. Nem lesz. Ezért a felelősség, hogy mielőtt én elindulom az úton, akkor én megyek, keresem. Akkor mi az igazi? Ki a sok között, aki nekem ajánlja utat, tényleg nem fog félrevezetni, mert erre az én életemet rá fogok bízni. És nem, hogy utána a végén lesz valami szánalmas eredmény. Szóval ez egy nagyon fontos. Először az utat, hát ut általában az az ember, aki adja ezt az utat, lelki gyakorlatokat. Ugye, mint a Jézus mondta, én vagyok az út, ez nem jelenti, hogy le kell taposni a Jézust, és rajta átmenni, mert ő az út, hanem ő adta a gyakorlatot. Ő mondta, mit kell csinálnod. És ez az út, és tőle kapunk. És ő megmondja, mi a gyakorlat, én, hogy kérdeztél, hogy ki a végén van, az is ő fog nekik mondani.
megmondja, te egy lélek vagy, és akkor Isten, ő a te örök Istened, és akkor hozzá kell jönni. És általában, hogy egy hiteles tanító, ő sose beszél saját magától. Hogy most én úgy érzem, vannak olyan tanítók, így mondják, hogy én úgy érzem, neked ezt kell csinálni. Lehet rögtön mondani neki, hogy oppá, itt az este, csomagolnom, mennem kell, meg még 5 órát kell utaznom Budapestre. Aki önmagából érzésülbe, az már nem hiteles. Mert egy szent ember, aki mond, meg lehet, hogy mondja, hogy érzem, de minden szavai meg kell, hogy legyenek erősítve szentírással. És hogyha van megerősítve, egy hiteles, és sose fog mondani olyan, ami nincsen szentírással megerősítve. Mert szentírás az, ami Isten által van nekünk adva, ami útmutató. És ez a hiteles tanító. Sose kitalál valamit, hanem mindig pontosan mondja. És mindig idézi a szentírásokat. És akkor tőle meg tudjunk tudni, mi az út, melyik a hiteles út, és hova kell menni, ki van a végén. Igen, utáltál Istenre úgy is, mint hogy az Istenség legfelsőbb személyisége, meg most is akkor mondtad, hogy különböző utak, különböző állomásra, végállomásig tudnak elvinni, hogy mi az a végállomás, amit nekünk így valójában meg kéne célozni, hogy azt így egy kicsit számunkra is így tudnád de így tisztítani, hogy pont mik azok a kövek, amikkel ki van rakva, hogy be tudjuk azonosítani, hogy mondtad, hogy akkor a guru akkor szentírások alapján beszél mindig, és akkor ezt vissza lehet követni, hogy a követőiről milyen szimptomák, milyen tulajdonságok, miket látunk a követőkön, esetleg az életstílusukon, mi az, amiket látunk, esetleg a helyszín, ahol élnek. Jó. Vagy még akarsz? Ez így jó lesz szerintem, még csak az jutott eszembe, hogy milyenféle imádatot végeznek, esetleg az is egy ilyen kérdés, mert láthatjuk csak, hogy különböző vallásokban különböző féle imádatokat végeznek, és hogy ezekről egy kicsit így bővebben, hogy melyiknek milyen a minősége, és hogy nekünk mi az, amire így törekednünk kéne. Tehát elsősorban a lelki gyakorlat, ez egy tudomány. Ez nem egy ilyen találat, hogy most nekem így jó, neked úgy jó, hanem ez egy tudományos folyamat, ahol, és mit jelent a tudomány? Igen, mi a különbség mondjuk, amit igazi lelki gyakorlatok tudomány, vagy ami modern tudomány, ami tudománynak neveznek a tudósok? A különbség az, hogy mert sokszor azt mondják, hogy én nem hiszek lelki útokban, mert ez csak egy hit. Nem? Szokták mondani, ez csak egy hit. Én hiszek a tudományban, mert ez egy komolyabb, ez egy tudomány. Oké, nagyon jó, tapsoljuk meg. De nézzük meg, hogy valójában a tudomány az mi? És valójában a lelki út az tényleg egy hit, vagy ez egy tudomány? Mi az, ami meghatározza, vagy hogyan mi tudjuk meghatározni a tudományt? Hogy ki tud mondani, mit jelent, hogy tudomány? Vannak tudósok? Tényekkel alapámolni.
tényekkel alátámasztott, rendben, oké. Okay. Bizonyítékok. Újra rekonstruálható. Újra rekonstruálható. Jó, az igaz. A tudomány... Tényszerű. Az jó. Igen, tényszerű. Mindent jól mondtatok. Parancsolj? Törvényszerű. Nagyon jó. Igen. És hogyha mi modern tudományra rendelkezte volna, akkor ők már mindent tudtak volna. De ők csak hisznek. Ők nem tudnak. Ők nem tudják, hogy előre sose tudják, mi lesz. Csak kísérleteznek most, hogy így keverek össze, vagy ez így, úgy, és akkor kitapasztalják annyi próbálkozás után, és jön valami eredmény, akkor talán jó. Ez egy nem tudomány. Mert hogyha lett volna a tudomány, és ez a törvényszerűséget tudták volna, akkor mikor megjelent a Covid, másnapra megvan a vakcina. De azt mondta, kell másfél év minimum, utána még kell kísérletezni állatokon itt-ott, hogy biztos-e ez milyen tudomány? Ez semmi. Ez nem tudomány. A tudomány az az. Rögtön, én tudom, ezt az eredményt akarok, akkor biztos ezt csinálsz, meg azt, meg ide rakod. És ez lesz. Na ez tudomány, mert akkor én ismerem a törvényeket, a törvényszerűséget. Ezért a mi tudományunk, amit mi nevezünk tudománynak, az hit. Ők csak hisznek, hogy így lesz, vagy úgy lesz, hogy ezt csinálom, akkor így lesz. Aztán nem így lett, akkor még egy évet kérünk kísérletekre. Ez a kísérlet, ez nem tudomány, mert nem tudjuk, mi lesz. Na most nézzünk, hogy a lelki út, ez miért tudomány? Mert itt azt mondtad, ezt csinálod, biztos így lesz. Utána ezt csinálod, akkor ez lesz. És akkor meg is van, le van írva az egész lelki út. Hogyha kezdesz, és ezt mindenki, aki itt gyakorol, az mindenki ezt meg is tapasztalta rögtön. Mert szakértők mondanak, okay, kezdj ilyen gyakorlatot. Mert ember kérdezi, mivel kezdjek? És itt nem talán ezzel, talán azzal, hanem tudomány. Kezdeni mindenkinek ezzel kell. Kész. És mindenki kezd ezzel, és mondják, és utána mondják neki, igen, ez lesz, hogy ezt csinálod, akkor ez lesz. Akkor ember gyakorol, jön az eredmény, mondja, ó, ilyen van. Jó, akkor most felmentél erre szintre, akkor most tovább ezt csinálod, és akkor ez fog történni veled. És csinálja, és már van, és történik. Hogy nem, hogy na csináljuk meg, vagy nézd, meglátjuk, mi lesz ebből. Na, az nem tudomány. Ezért a igazi, hiteles, lelki út, az tudományos. És ott nincsen becsapás, hogy igazi szakértő, mit jelenti, hogy szakértő, hiteles lelki tanítomester? Hát ő kapta a saját lelki tanítomestertől, szentírások alapján ezt az utat, és megtapasztalta. És ő nem csak írásból tudja, hanem ő átélte. Mint ahogy tudjátok, ki már ment ilyen nagy erdőkbe, ki, hát Magyarországon azért nincs túl sok erdő, általában több erdő átlátszó, de ilyen kaukázisi hegyek, vagy hát igen, ott még kicsit vadabb, mint Ausztriában, ott már mindenhol minden ösvény van, de régen, amikor kellett menni kaukázusi hegyeken, akkor ember eltévedt, lehet, hogy sose fog kijönni onnan. Ezért voltak olyan személyek, akik ismertek az ösvényt. És ők serpák, hogy hívják őket. És akkor ők kísértek át a célpontra, aki is ismeri. És ő tudja, hol kell vigyázni. És mondja, itt mocsár lesz, itt vigyázzál, mert be fog szippantani. Itt pedig vigyázzál, mert abban a lukból kiugrik egy kigyó, akkor így menjünk. És akkor ő vezeti minket az úton, és mindig megóvja a hibáktól, hogy útközben ne halljunk meg. Szóval ugyanúgy a lelki út, ez egy tudomány, és az, aki már járta és ismeri ezt az utat,
az a lelki tanítomester. És ő már visszajön ösvényen értük, és mondja, na gyere, utána, most csináld meg így, jó, na akkor haladsz, most így csinálj, akkor most ezen a szinten ez fog történni, ezen a szinten az fog történni, és ebben csak aki megy, akkor megbizonyosul neki rögtön. Na ez a lelki út, ez egy tudomány. Nem tudom, hogy mit kérdeztél, de ezt válaszoltam. Jelenlegben esetleg felmerült bármilyen kérdés az eddig elhangozottakkal? Bármit lehet kérdezni, mert bármit tudok válaszolni. Addig én elmesélek egy vicces sztorit, meddig gondolkoznak. Valamikor jött egy ilyen Krisna tudatú hívő Ukrajnából, és hát ő egy vezető volt egyik templomban, és akkor nekünk itt reggel van reggeli program, és van egy ilyen előadás reggel szentírások alapján, lecke, reggeli lecke, Srimad Bhagavatam, és megkérték őt, hogy tartson leckét. És akkor én fordítok, mert én tudok oroszul, meg magyarul, és akkor ő mondta nekem, hát lehet, hogy nem tudok most mit mondani, alázatos volt, tudtam mit mondani, csak így alázatos, hát lehet, hogy nem fogok tudni mit mondani, és akkor mondtam neki, mindegy, hogy úgyse értelek oroszul, meséljél valami meséket, bármit, én majd fordítom valami filozófiát. Kérdések. Karmára. Mikrofonon, licsős, hogy mindenki jó hallja. Egy ilyen szösszenet jutott eszembe, hogy például hogy említetted, hogy vannak a családnak karmája, van utcának, falunak, meg így tömegeknek, hogy ennek analógiája például, hogyha tömegszerencsétlenség történik, vagy ha ilyen népírtás, tehát ilyen nagyon csúnya dolgok is, hogy karmatikus az, ahogyan együtt vannak azok, akik elkövetik, meg azok, akik elszenvedik? És mi van mondjuk a túlélőkkel, hogy ők akkor ott valahogy csak véletlenül keveredtek? Köszönöm szépen. Titánik. Híres Titánik. Így van. Úgy történik, hogy a karma az nem csak szenvedések, hanem jó dolgok is, mert valaki születik, mivel jó karmat csinálta, ő már születik egy olyan családban, ahol nagyon nemesek a szülei, és nagyon gazdagok. És akkor ez egy jó karma. És amikor családi karma, ez azt jelenti, hogy nekünk, aki egy család belül születik, hasonló élményeket meg kell élni. És akkor mi együtt születünk, és hasonló élményeket megéljünk. Pozitív vagy negatív, ez együtt. Akkor miért megy a tudat állapot nagyon hasonló? Minél hasonlóbb tudat állapot, annál közelebb születnek egymáshoz. Mondjuk a leghasonló, legszóros ez a család. Ezért a családi karma legnehezen változtható. A barátok között karma könnyebb lehet változtatni jó irányba, de a családban nehezebb. És akkor ugyanúgy például a Magyarország, itt van egy hely, ahol csak azok a lelkek születnek, akkor hasonló karmájuk, hasonló tudatállapot és hasonló élményeket át kell élni. 27% áfát, és akkor ezeket együtt, ezekkel együtt kell átélni. Akkor utána még ez is ugye utána kicsit oszlódik. Van mert magyar ember, azért mondják, hogy más a kultúra, más a mentalitás, mert szelektálva van a földön a karma. Azok csoportosítva van, mint a paradicsomot a gyárakban, ilyen méretű. Abba boltba megy, kisebb méretű megy, konzerbe, a rosszabb méretű megy ingyen konyhára. Szelektálva van, és akkor emberek, mert mi, akár mondjuk, hogy
7 milliárd ember van, ez nem számít hány ember van, a karban mindig csoportosítva lesz, és ezért van felosztva országokra először. És akkor azért más a kultúra, más a mentalitás. Tudjuk, hogyha valaki volt Angliában, akkor teljesen más mentalitású emberek, valaki volt, tudom, Németországban más mentalitású emberek, és nem véletlen. Szóval mindenki születik oda, ahol hasonló mentalitás, és utána finomul. Akkor a városok, ki Magyarországon észrevette, hogy itt is vált teljesen más. Néha olyan városban mész, érzed egy kicsit nyomotékos, ilyen nyomasztó. Elmész Szegedre, Szeged, süt a nap, napnak a város, hogy ember így kap levegőt. Ugye, vagy elmegy Győrbe, ott is ember kap levegőt. Ugye, akkor nem mondom más városokat, ahol kevesebb levegő, nehogy valaki onnan van, és tönkreteszem az életét. De van különbség városok között, és utána kerületek. Budapestről van valaki? 8. kerület? Hasonló, mond valamiről, ugye? Nem tudom, változott-e, vagy nem? Nem. Kicsit változott, igen. Emlékszem régen, meg 90-es években emberek este nem nagyon lelkesek voltak sétálni 8. kerületben testőr nélkül. Igen. Szóval még lehet látni, hogy ahogy a szóval van a föld, országokra van osztva, és azok országok más mentalitások, utána részletezve van egy kicsit, mert Magyarországon születél, de még ez belül olyan mentalitású város helyen fogsz megszületni, ahol hasonló mentalitás, mondjuk Budapest, vagy Szeged, vagy Békés Csaba. Utána jönnek az utcák, kerületek, a város kerületek, utcák, család. Így történik a karma, és együttes megint. Van akkor az egyéni karmám, amit én átélek, utána van kis csoport karma, családi karma, átéljünk együtt, leégjük a házunk, vagy apukánk nagyon-nagyon nemes tulajdonságokkal rendelkezik, akkor mi átéljünk ezt a szeretetet, vagy fordítva. Utána lebombáznak a várost, vagy nem, vagy országunkat, akkor együtt. Vagy amikor összegyűjtenek különböző, mert ideje kell élni karma szerint ilyen körülmények ezzel a mentalitással, utána meg kell halni máshogyan. Akkor megveszem a Titanicról a jegyet. Bemegyek az internetre, utazó iroda, Titanic. Okay. És akkor mindenki más az egész föld bolygóról vásárol a Titanicra a jegyet. Akkor össze van gyűjtve a csapat, és akkor ki van húzva a dugó, blitty. Így csoportosítja. A karma, a törvény, ez is törvény, és ez nem hibázik, az hibátlan, sose hibázik a törvény. Mindig, még úgy, amikor szóval nem lehet elkésni, hamarabb odaérni a karmára, amikor vannak autópályán, valamikor megy egy ember, és akkor baleset, és akkor több autó. Akinek, ahogy mondasz, túlélni, enyhébb a karma, át kell élni ugyanazt a helyzetet, de mivel enyhébb a karma, akkor túléltél. De a többiek meghalnak ott azon a baleseten, vagy Titanic, vagy valahol az. Így működik ez a karmának a törvénye. Jó, válaszoltam? Más? Igen? Mikrofon? Nekem rossz karmám van, nem hallok onnan. Gondolatokat nem tudok olvasni, de otthon hagytam a szemüvegemet. Ideig próbálom nézni. Kapcsold be, Geri, légy szíves.
hogy nem mindig voltak országra felosztva a föld, hanem volt egy, mondjuk Judistér Maharázs idején, volt egy birodalom, egy nagy uralkodó, hogy mi, mikortól, vagy miért lett végül is így felosztva. De akkor is fel volt osztva, akkor is volt felosztva, egy királyság volt, egy uralkodó alatt, de voltak felosztva. Ott laknak ilyen típusú személyek, ott olyan típusú személyek, itt olyan típusú, igen. És akkor miért kerültek más-más uralkodók, hogy ők vezessék tovább az ott élőket, amikor volt egy jó, megfelelő vezetés? Azért, mert itt degradál. Ugye ez a világ úgy van felépítve, hogy itt minden degradál, minden romlik. Hogyha a testünk is így fel van építve, ez a törvény ebben a világban, és lehet látni, hogy van mondjuk egy jó cég, akkor volt egy idő, mikor nagyon virágzott, aztán lejárt a szavatossága, akkor tönkrement a cég. Ugyanúgy a királyságok, úgyis megint a nép, akkor olyan népesség él, polgárok egy királyságban, akiknek a karmájában van a megélni olyan élményeket, mikor csodálatos nemes király uralkodik. Aztán utána az lejár, mert ez csak, mert itt minden ideiglenes, itt nem lehet, hogy mindig jó. Utána, amikor ez lejár, akkor jön a következő király, ami nem biztos, hogy jó. És mikor, és idővel az irítség egyre jobban erősödik is. Mikor van egy király, és van egy karizmatikus vezető típusú ember, irigy lesz a király, akkor azt mondja, nem akarok alá rendetlenni, én csinálok saját királyságot, és akkor ment. És akkor így mentek a királyok. Valamikor így, de valamikor, amikor van király, és neki a fiai vannak, és ők jó nemesek. És akkor ő mondja, jó, akkor nektek is legyen királyságuk, mert a király az, aki védi másokat, neki ez a hivatottsága vigyázni, hogy Magyarországon ne szenvedjen senki. Minden ember megkapja minden szükségletet, minden legyen, minden biztosítva, ez a királynak a felelőssége. És akkor elmegy, átöltözik, egyszerű ruhába, és kérdez a királyról. És utána hazamegy, és változtatja a királyságon, hogy jó legyen. És nem, és akkor hozzá felelősséghez tartozik az emberek, akik laknak királyságban, a természet, ne legyenek energiaital dobozok kidobálva mindenhol, meg a flakonok, mint itt nálam lábam alatt van egy flakon, nem találtak kukát még, és az állatok legyenek megvédve. És ezért, és ez vérbe van, és amikor egy jó nemes királynak ő látja születek fiai, akik olyan tulajdonságok, mert a királyságot csak egy fiának tud adni, de akkor lehet nekik adni más helyet, ahol ők uralkodnak. És utána olyan helyette, aki már nem olyan jó. Akkor kezd felhasználni embereket, természetet, állatokat kihasználja, és akkor így degradál. Igen, az anyagi világ így van felépítve, hogy van négy korszak, van a szátya, vagy úgy mondják, hogy aranykorszak, akkor sokkal kevesebb ember van, nincsen 7 milliárd, akkor csak olyan személyek, mert nagyon magas a léc, a belépő az emberi életbe, nagyon magas, csak olyanok jönnek, akik csak Isten törvény szerint élnek és meditálnak. Utána jön egy kicsit lejjebb, akkor már úgy mondják, hogy Treta Yuga, ugye második korszak, az ezős korszak. Ott 90-95% ugyanolyan tiszta lelkük, de van már egy kicsit szennyeződés az emberek között. Aztán a Dvapara, ez a bronz kor, amikor a fele-fele. Fele jó ember, fele nem annyira jó.
És ez így degradál. Utána jön a Kalikor, Kali Yuga, ahol emberek nem tudják különbséget tenni, mi a jó és mi a rossz. Ilyenkor, hogyha nem tudsz különbséget tenni, akkor azt választasz, mi könnyebb. És általában a rossz a könnyebb, nem? Például megyünk mi utcán, vagy állunk sorba, és valaki nekünk beszólt, valamit ilyen igazit mondott. Nem pont az igazságot, csak az igazi. Mi könnyebb visszaszólni, hogy nézz magadra, vagy újat mondani, hogy elmenjen a kedve folytatni velem beszélgetést, vagy hálásan megköszönni. Mi könnyebb? Visszaszólni, ugye? Ezért ebbe korszakban mi gyengék vagyunk, mi inkább visszaszólunk, mi könnyebb. Mi nem tudjunk különbséget, mi a jó, mi a rossz, mi csak mi a könnyű. És ez egy problémát okoz. Ekkor ember legyengő. Akkor nagyon, hogyha én ezeket utakat választok, én nem tudok megemészteni nehéz szituációkat, és nagyon gyenge vagyok. Mit jelent a gyenge ember? Aki nem tud kontrollálni érzékeket. Hogyha megmutatnak neki ennivalót, akkor már enni fog. Hogyha valaki megbánt, akkor megsértődik. Mert mi könnyebb? Megsértődni, vagy megbocsájtani? Megsértődni, hát ezt imádjuk. Ez olyan jó. Mert akkor megyek, és rágodok ezen. És most mindenkinek elmondom róla. És nem tudok aludni, és nyugtatott szedek. Olyan jó megsértődni. Akkor megyek orvoshoz, pszichológushoz, mert traumát kaptam gyerekkoromban, és most nem tudok férfiakra normálisan nézni, én a nőkre nem tudok. Ez a gyengeség. Mert sok... Most ez van? De ahhoz, hogy mi erősek legyünk tudatilag, akkor nekünk először meg kell tanulni a különbséget, mi nem mi a könnyebb, mi a jó, mi a rossz. És kapni egy jó útvezetőt. Általában ez megint lelki tanítómester, mert ő megtanulta a különbséget tenni jó és a rossz között, és ő erős. És nekünk fontos látni a példát. Mert mi, a rossz példa az, ez már ha kimegy, kisétáljunk azonnal. Valaki nem engedi, valaki valahol a piroson, fú, az már mutatnak összes ujat, középsővel kezdve egymásnak, meg hát mindenki tudja, erről nem kell mesélni, ebben van tapasztalatunk. Mi magunkról is, mi hogyan tudjunk. Általában a sofőrök ők mennek, nézd meg, nem tudsz vezetni. Te hova mész? Tanuld meg vezetni, te nem látod, én jövök. Nem? És meddig hazajövünk, akkor már tiszta depresszió. Ő is látja, és ő visszaszól, megy utánom. Igen, szóval ez egy működik, és ez egy fájdalom, mert fordítva csináljuk. De hogyha... És egyik gyengíti másikat. Mert mikor én... Mert nekem ez a gyengességem, ez az én gyenge karmám, rossz karmám, negatív. Ő engem kényszerít ilyen forgatókönyv alapján reagálni. És neki is így. És ahogy csak én rápirítom, az az ember, aki rám pirított, én visszapirítom, én még jobban elnyomom őt. És ő nem tud változni. Ő még rosszabb lesz. Észrevettek ilyet? Hogyha a rossz, rosszat eredményez. Dühet szül. Így van ilyen magyar mondás. Erre van egy vers a Bhagavad Gita-ban, ezt nem én úgy érzem, mondom, hanem ezt leírja a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, ez egy lelki könyv, de érinti a társadalmi életet, és érinti a pszichológiát. Mert most mi beszélünk, ez a pszichológia. És azt mondja ugyanaz, hogy dhyayato visaya pumsa, sangaste supajayate, sangaste kama,
káma króda vidzsájete, króda bavate számoha, számoha smritvibrama, smritvibramsát, budinasa. Budinasát pranasjati. Ugye? Nem értétek. Akkor következő búcsúból elmondjuk. Arról beszél, hogy már ez az ember belül is így működik, hogy hogyha az embernek van az a önzősége, ez a legelső gyengesége, ez az önzőség, ez a káma. Én nekem, én akarok. És amikor valaki jön, mert én elindultam, most megyek oda, és nekem útközben valaki akadályoz, belém akar menni, vagyis nem látod, hogy itt a piros, itt a zöld, mindig magyaráz egymásnak, ugye. Ez a káma, ez káma, króda. A dű, ez a önzőség, hogy én itt vagyok, én kontrollálok, azonnal, mi valaki egy kicsit akadályoz, düh. Dühben, düh fog szülni. És ez, Isten mondja, Bhagavad Gita, ez a Istennek a szavai. Hát ő minket teremtette, az összes törvényt, ő tudja a legjobban. Szóval ez hibátlan ez a dolog. És akkor mondja, düh. Káma, króda, bijájete, krodhát, bavati, szám, moha. Amikor én dühös vagyok, akkor már folyamat visszafordíthatatlan. Valamikor olyan, amikor valaki próbáljanak most analizálni magunkat, jó? Hogy tényleg így működik. Amikor mi megyünk valahol, és valaki ezt a negatív érzelmet nekem okozta, és mondom én, nagyon nem baj. Akkor rögtön el is felejtettünk, megyünk tovább. De ha megengedjünk a dühöt, akkor már nem lehet visszafordítani. Akkor nézzünk csak. Akkor azt mondják, króda, moha. A dühből jön az illúzió. Ez azt jelenti, hogy amikor dühös vagyok, akkor én jobban tudok. Biztos, nem? Biztos. Ez most én vagyok a jó. Te ki vagy te? Nem? És vége. És mindjárt nézünk tovább. Szóval moha, illúzió, hogy és lehet, hogy az a kedves feleségem, vagy a gyermeked, de hogy begurultam, úgy mondják, begurultam, dühbe gurultam, akkor én már illúzióban vagyok, mert csak egy ellenséget látom, akit el kell taposni, be kell bizonyítani, hogy az én szavam az utolsó. És az igaz. Hát, hogyha nem igaz, akkor persze, hogy igaz. És akkor króda, moha, smriti. Tovább megyünk, akkor dühbe gurultam, illúzióba kerültem, ez most csak egy igazság van, ez én. Smriti, vibrama, emlékezet elmegy. Mi általában, amikor így ülünk, mi tudjuk, hogy kell szépen viselkedni, hogy kell reagálni. És amikor dühet nem engedjünk uralkodni, akkor tudjunk, emlékszünk mindig, hogy mi a helyes. És itt mondja, króda, moha, smriti. A dühös ember nem emlékszik, mi a helyes. Ezért, amikor düh hatás alá kerül ember, akkor csak helyes az, hogy van egy jelenség, és ez gyorsan történik. Smriti, utána mondja, buddhi, intelligencia kikapcsol. Ez egymás után tik-tik-tik-tik, és így történik. Szóval még egyszer összerakjuk a képet. Ahogy én dühbe gurultam, én elfelejtek, én illúzióba kerülök, hogy én vagyok a legjobb, nekem kell győzni, és emlékezet kikapcsol, intelligencia kikapcsol, helyes út nincs, ez a helyes, amit most én fogok csinálni, és sokszor van, mikor ember jó, de dühbe gurult, és megbántja egy másikat. És utána mondta, bocsi, mert ezt nem is értem, én nem szoktam ezt csinálni. Igen, te nem szoktál, de mikor düh uralkodik rajta, minden racionális gondolat nincs. Nem tud gondolkodni ember. És gyilkosság, szóval valami, sokszor, nagy százalékban, még a tárgyalásokon, bíróságban meg lehet nézni, nem a bűnöző követi el, hanem valaki, aki dühbe gurult.
dűbe gurult és megöltek. Fogta, beindult, kész, elment az emlékezet, illúzió, intelligencia, racionális mód kikapcsolt, fogta a kés, mert ott volt a kéznek, és utána áll, és utána már késő. Ugye ez így működik a karma belül, hogyha mi negatív, így uralkodik rajtunk, hogyha valamik. És ezért az a negatív így gyengíti az embert, és ember nem tud uralkodni a szituációt. És most visszatérünk, ahonnan elmentünk, nagyon 5 kilométer onnan kezdtünk ezt a témát, visszajövünk ide, 5 kilométer vissza, hogy ezért dühet szül, és már csak az egyben belül elindult a düh, akkor már ő már magától. Szóval ezért, amikor nekem van nehéz karma, és neki, és ő negatív felém, nekem, hogyha én próbálok nem visszaadni ezt a negatívot, hanem pozitívot, akkor neki enyhítem. És ez azt jelenti, hogy ő kap több szabad akaratot. Mert negatív-negatívre ember elveszít a szabad akaratot. Azért csak negatívebb, csak rosszabb lesz. És utána onnan jön a háború, a konfliktus, és így tovább. De mikor én pozitívan a negatívra reagálok, én adok neki erőt, hogy ő tudjon egy kicsit függetlenül ettől dönteni, ami az ő forgatókönyve őt viszi, ez a karma, ez a forgatókönyv negatív irányba. Most erre mondom egy életpéldát, jó? Hogy ne legyen, hogy mi nem tudjunk semmit használni, amit hallottunk. Most olyat mondom, hogy élet során tudjunk használni. Van egy munkahelyünk például, ki már dolgozott valamikor. Okay, akkor itt már mindenki nagyon tapasztalt. És kinek volt olyan tapasztalat, hogyha olyan munkahely, ahol van egy kis kollektív, jó, magyarul szokták mondani, általában kolhozban van a kollektív, de munkahelyen is van kollektív. És általában azt lehet észrevenni, hogy mindig van valaki kollektívban, aki engem szokott fúrni. Szokott? Kicsit fúrni, kicsit megpiszkálni. És miért ezt csinál velem? Erre van két ok. Az egyik, hogy előző életben, vagy valamikor én voltam forrógép, én fúrtam másokat, most visszakapok. Mert ez a negatív energia, én mikor elindítottam, az már nem tűnik el. Hanem ez ott van, és ő át fog adni valakinek, és akkor az másoknak, más, például, mint a sokszor van, mikor anya dolgozott, vagy apa is konfliktus, és valami negatív energiát kapott, akkor hazajön és továbbadja. Ugye? Akkor azt fog továbbadni, szóval negatív nem tűnik el sosem, és az mondjuk körbejár az univerzumot, megerősödik. Szóval mikor én furtam valakit, ez a negatív energiát belefektetem, mert én voltam a generátor. Én ezt forrás voltam energiának. És az elmegy, tovább, körbejár, és visszajön. És amikor hozzám visszajön, akkor úgy jön vissza, hogy nekem kell kapni vissza a forrógépet, engemnek fúrjanak. És amikor jövök munkahelyre, akkor én vagyok egy adó. Nekem az a karmám, és akkor adok ezt, hogy valaki fúrjon meg engem egy kicsit, de erről nem tudom, de így sugárzok. És van egy ember, akinek ez a természete, fúrni másokat. És sose fog fúrni egy ártatlant. Ő az antenna. Mi az adok? Ő antenna, keres két, fúrni, Geri. Itt van, de drága. És elkezd fúrni. Miért ő fúr engem? Mert neki is rossz a karma. Ő neki nehéz. Ő kényszerben van, hogy fúrjon. És ő elkezdek vele harcolni, akkor ő nagyobb fúrot fog hozni holnap. Ütve fúrni minket. Utána ezzel a légkalapáccsal fog fúrni az agyunkat. Ezért nem így kell csinálni. Akkor rögtön kell érteni. Ő az eszköz az én karmában. És neki is nehéz karma. Ő nem tud másképp csinálni, mert karma kényszeríti. Nincs ereje. Mi a megoldás? Vannak itt védikus pszichológusok?
Nagyon egyszerű, zseniális a megoldás. Neki kell enyhíteni, meg kell, először elfogadom, én érdemelek meg, ő csak egy eszköz az én karmámban, ez az első gondolat. Ő szegény, szerencsétlen, ő csak egy eszköz. Következő, megértettem ezt, akkor most neki kell segítsek, ez a feladatom. Hogyan segítsek? Sütök, főzök otthon valami, amit ő szeret. És kezdek jönni és mondani, hogy figyelj, annyira örülök, hogy megint itt vagy, hoztál forrógépedet? Nem, ez nem muszáj kérdezni. És csak add el sütit, adni pozitívet, és képzeljétek el, ő kap egy kis levegőt tőlem, ez a pozitív, megnyílik a szív, és lehet nem első naptól, de hogyha mi elkezdünk ezt csinálni, és mondani, hogy örülök neki, akkor elmegy ez a negatív erő, és meg fog változni. Egy pár ismerősről megcsináltunk ilyen dolgokat, és nagyon jól működik. Mert nem dühel kell dühre reagálni, hanem pozitívat adni. Add én ezt a pozitívat. És nekünk, és valamikor gondolod, de várj, ezek után, amit ő velem tette, én neki sütőt, hát csak úgy, hogy patkány mérget vele sütök. Akkor kell imádkozni, kedves Uram, kérlek, ad nekem erőt, hogy egy szívből süssek neki, mert nagyon fontos berakni a szívünket. Ez nagyon fontos. Ma ott van az erő, és mikor én sütök, és gondolom rá, neki lesz, és kedves szavakat kell mondani, és kérni, Uram, most bejövök, meglátom, gyomorgörcsöt fogok kapni, de most kérlek, ad erőt, hogy ne kapjak gyomorgörcsöt, hogy valami jót mondjam neki. És ezért sokkal könnyebb, mint először, mielőtt jót mondjuk, inkább hozzon valamit, az kicsit könnyebb. Mert ahhoz nem kell mondani semmit. Sütét, kis ajándékot, hogy ez egy hölgy, akkor vigyünk kis virágot. Miért? Mit akarsz tőlem? Csak úgy. Nem biztos, hogy elfogadom, mert utána kérsz valami, fogsz kérni. Nem, nem, csak fogadd el. És ez így működik. Csak így működik. Csak jó, csak pozitív, és ez erős. És mi így neki tudjuk befolyásolni az ő nehéz karmáját. Nem tudom, kinek mire válaszoltam, de valamire válaszoltam. Igen, ott van még egy kérdés. Az én kérdésem nagyon rövid. Mi az egyénnek a társadalmi felelőssége? Van-e neki? És hogyha egy népcsoportnak is van karmája, akkor az egyén hogyan hathat a karma megtörésére? Vagy köszönjük. Mi az ő feladata, hogy a karmát egy népcsoport szintén megtörjék? Köszönjük a rövid kérdés. A válasz az milyen legyen? Hosszú és részletes. Igen, részletes. Jó. Köszönjük szépen. Megy még ott a dolgok? Nem baj, ameddig megy, addig menjen még. Még most még rövid kérdésre válaszolok. Nekünk mindennyiünknek van felelősségünk a társadalomban is. Mert amit mi hozzáteszünk, akkor utána azt hozzá kiveszünk, azt fogunk kapni. És a felelősség abból áll, hogy ahhoz, hogy ezt megértsünk, hogy miből áll a felelősségünk, ahhoz mindig kell megérteni, hogy én ki vagyok, és a társadalomnak, a létezésnek mi a célja, mi az értelme, mi a feladata. Mert lehet többféleképpen értékelni az egészet. Valaki gondolja, hát még jó kis jó pufi minden, kicsit bulizni lehet, kicsit tábortűz, Hare Krishna. Valakik azt gondolják, hogy akkor jó a társadalom, ahol belövünk úgy, hogy nem is ismerünk, nem is tudjuk, hogy hol vagyunk. De védikus írás azt mondja, a társadalomnak az a célja, hogy segíteni egymást lelkileg fejlődni. Minden társadalomnak, kínai, magyar, moldáv, nem tudom, román, ukrán, ez a társadalomnak ez az értelme, segíteni, jó irányba menjen, mert lehet társadalommal menni pokolba, és társadalommal menni lelki világba.
mint a Szadom, Gomorra. Emlékeztek Bibliából? Ők együtt társadalomoztak, és akkor elmentek egy rossz irányba. Ez volt az eredménye. De hogyan, jó, akkor elfogadom, de hogyan tudok hazajárulni a társadalomhoz? Mert most kimegyek, honnan tetszett jönni? Budapest, hogyha most kimegyek, Budapesten van ez a hely, ahol ki lehet jönni, kimondani szavakat, ugye? Kis pódium is van ott, lehet ott. Milyen tér ez? Nem messze Bazilikától. Van egy kis, nem ismeri? Én ismerem. Szóval, hogy én kimegyek oda, és kiírom, és mondom, hely társadalom, nem arra, hanem arra. Nem lesz semmi, nem fog változni. Ezért a védikus írások mondják, hogy miből áll a társadalom? Kiből áll a társadalom? Egyéniktől, egyénikből. Ugye? Itt van egy egyéniség, itt van egy egyéniség, ott van egyéniség, itt van egyéniség. És akkor jó, hát akkor ezek az egyéniségeket meg fogok változtatni. Oda megyek nekik, és elkezdek téríteni. Öröki pokomba mész! Nem ezt kell csinálnod? Ezt kell csinálnod? Fog működni? Nem. Azt mondja neki, hagyjál békén. Úgy szokták válaszolni. Akkor a védikus rendszer azt tanítja, hogy ha meg akarsz változtatni az egész világot, akkor először változtass meg a saját országodat. Igen. Hogyha akarsz megváltoztatni az országodat, kezdj a saját városoddal. Ha meg akarsz változtatni városodat, előbb változtass meg az utcádat. Az utcád változtatását kezdj a saját háznál. A saját házba változtass meg először a saját családodat. És akkor, amikor kezdenél a családodat megváltoztatni, előbb változtass saját magát. Amikor megváltoztatod magadat, megváltozik a világ. Egyetlen egy van, ez, hogy magunkat változtassuk. Mi mindannyian akarunk, vágyunk van, igényünk van, jó nemes emberek között élni, hogy legyenek olyan barátok, akikben bízunk, akik nem csapnak be, akikben nem fogunk csalódni. Ezt, mindenki ezt akarja. És ez minket vonz. Amikor látjuk egy jó embert, akkor mi akarunk vele társulni. Azonnal. Ugye? Ez ki akarja fordítva? Ki akarja olyan emberekkel társulni, hogy megvernek minket, rugdasnak, csúnyákat beszélnek, senki nem akarja. Ez mire, mihez ezt mondom? Ahhoz, amikor én megváltozom, én lesz az, aki vonzani fog másokat, és fognak jönni hozzám, és mondanak, én is akarok lenni ilyen, mint te. És itt már az én hatásköröm kezd nőni, mert mikor én próbálok nem magammal kezdeni változtatni a társadalomot, hanem másokkal, és akkor mondom, hé, Geri, what is your name? Akkor azt mondja nekem, ott a kiárat. Miért? Mert nekem nincs rá hatásköröm. Nekem, és amikor én másokat először mutatom, ahogy hogy mondta Jézus, amikor látsz mások szemébe mit, és az én szememben mi van? Gerenda. Ez úgy hívják, amikor én akarok változtatni azokat, másokat, akikre nincsen hatásköröm, nekem nincs hatásköröm, önökre, Gerire is hatásköröm. Nekem csak magamra van hatásköröm. Én tudom hatni magamra, hogy változzak. De mikor én másokat változtatom, ez úgy hívják, hogy felelőtlen. A felelőtlen ember mindig próbál a saját hatáskörön kívül változtatni. De aki próbál változtatni saját magán, ez úgy jövök, hogy felelős ember. És amikor én elkezdek azzal dolgozni területen a társadalomban, akarok megváltoztatni, hozzáadni jót a társadalomba, akkor nézem, hol a hatáskörön. Ott van a tükörbe, én vagyok. Akkor én kezdek változtatni magamat, és ez fog működni, mert én hatáskörömben vagyok magamnak.
És mikor én változom, akkor Geri jön, azt mondja, ó, igen, hogy csináltál? Hopp, már megnőtt a hatásköröm. Már Geri már kérdezi, hogyan? És már tudok neki segíteni, hogy ő változom. És utána jön a másik ember Gerihez. Geri, tegnap még nem olyan voltál, megváltozta. Hogy csináltál? Én is így akarok. És megnőtt a Gerinek a hatásköre, mert ő is változott. És így egyénikből megváltozik a világ. Nem volt túl hosszú. Pont jó, köszönöm. Hare Krishna. Jó, hogyha még van lelki erő, még lehet kérdezni. Rendben. Ki tervez jönni következő búcsúba? Nagyon jó. Fogunk folytatni a beszélgetéseket. Ja, nekünk lesz még tábor. Tudnál hozni egy kettő ilyen? Hogyha valaki szeretne. Szeptemberben a Brács, ez a Horvátországból egy sziget, és akkor ott tervezünk egy tábort. Idén is már volt júniusban, és most szeptemberben lesz. Akinek van kedve, akkor ott van hasonló témák, előadások. Fogunk, van egy kis lelki gyakorlat, aki szeretne, ki lehet próbálni. A tábornak a címe meditáció. Tehát a meditációt akkor megértjük, mikor megértjük, amit most beszéltünk, a karmát, mert meditálni, csak úgy leülni, ez nem fog működni, és akkor meg kell tanuljuk, hogy mi az a meditáció, mi hogy működik. És akkor az lesz a téma, lesznek lelki gyakorlatok, és ki már ma hallotta a Hare Krishna énekeket? Kinek tetszett? Igen, ott fogunk táborba énekelni, estenként. Szóval úgy van, hogy van reggeli ebéd vacsora, lehetőség reggeli kis kóstolulni meditációt, utána délelőtt van kis ilyenféle előadások, és utána mindenki ebéd után megy pancsolni, kis tengerbe, meg fogunk látogatni a kedvenc helyemet, kolostort. 400 éves kolostor van, oda is elmegyünk, és estenként aki szeretne, lehet jönni, és akkor ott zene meditáció lesz, énekeljük Hare Krishnát, és akkor meditálunk. De valaki akarja, akkor elmehet fagyira meditálni. Jó? Lehet oda jönni, lehet mindig jönni Krishna völgybe, nem csak búcsúkor van nyitva, hanem mindig van nyitva, de búcsúban biztos mi is itt leszünk Gerivel, és akkor tudjunk itt találkozni, beszélgetni, kérdezni. Jó? Nagyon boldogok vagyunk, hogy eljöttétek hozzánk. Mindig, mikor jöttek, és akkor mindig a mi szívünket segítettek, hogy puhuljon a szívünk, mert mindig öröm látni, mert ez, igazából nekünk ez a gyakorlat, mert Krishna tudod, ez a gyakorlat adni. Figyelmes lenni, gyakorolni, adni szeretetet, dicsőíteni kedves vendégeket, értékelni Istent, mert ő a központ. És mikor búcsút szerveznek itt az egész csapatunk, akkor nem csak Krishna völgyi személyek vannak, az egész magyarországi Krishna hívők jönnek, mert Krishna völgyben 120-an vannak gyerekekkel együtt, lehetetlen ezt megcsinálni, és akkor jönnek sokan, és mi minden gyakoroljunk, és mindig hálásak vagyunk, hogy ti nekünk adtok lehetőséget szolgálni benneteket. Köszönjük szépen. Várom jövőre is, hogy kapjuk tőletek jó lehetőségeket, jó? Köszönjük. Szép estét, mindenkinek további kellemes estét, és jó utat, ha valaki ma megy haza, és jó utat, mikor visszajöttek. Hare Krishna. Hare Krishna. Akinek esetleg még lenne kedve továbbra is akkor fenntartani ezt a kapcsolatot, nem a táborban, hanem nem a búcsúban, hanem akkor interneten is elérhető Goswami Maharajnak az előadásai, mind YouTube-on, mind Facebookon. Ki vannak a link ott a kérdezős falon, és akkor vissza is tudtok nézni videókat, vagy így a későbbiekben akkor így kapcsolatban maradni vele. Igen, meg a mait is most felvettünk, felrakjuk, és ott vannak QR kódok, akinek
okostelefon véletlenül van, le lehet QR kódolni, és akkor rögtön dobja a csatornákra. Van YouTube és Facebook. Köszönjük szépen! Hare Krishna!